Tiszalökön már a vírus hazai megjelenése előtt nyomon követték a járvány alakulását, és amikor tudható volt, hogy elkerülhetetlen lesz a hazai terjedés is, felkészülten álltak a megoldandó problémák előtt, mondta el televíziónknak Gömze Sándor, a település polgármestere. Létrehoztunk egy operatív csoportot, és mi talán március 15-e előtt is ültünk már, és előrevetítettük, hogy mi várható, és ezekre mi megpróbáltunk felkészülni, tehát elé menni a dolgoknak. Itt elsősorban itt a feladatellátások megszervezése volt fontos, és hoztunk olyan helyi döntéseket, ami összhangban állt, és elvárása is a operatív törzs által kormányrendeletekben megjelenített rendeleteknek, határozatoknak, tehát ezeket érvényesítettük, illetve alapvetően nagyon fontos volt az egészségügyi központban, és minden más intézményben, különben idősek otthonában a kézfertőtlenítés és a kézmosás feltételeit biztosítottuk, tehát nagyon nehezen sikerült beszerezni ilyen szereket, illetve ami még volt készleten. Idősek otthonában teljes látogatási tilalmat rendeltünk el korábban, most ezt szigorítottuk, tehát most már nem lehet semmilyen még becsomagolt élelmiszert sem bevinni az időseknek. Ugye láttunk nem csak külföldön, Magyarországon is olyan példákat, hogy sok beteg lett idősek otthonában. Bezártuk a fitnesscentrumunkat, könyvtár bezárt, kondiparkot lezártuk, a kávézónkat, talán ott majd most a közeljövőben fagylaltot elvitelre fogunk árulni. Óvodai bölcsődei szolgáltatásokat azt fenntartjuk, tehát nem zártuk be. Ügyeleti rendszerként működik, nagyon kevés igény van, de azt is kell teljesíteni, úgy gondolom. A gyermekétkeztetést és a szociális étkeztetést is megoldották, míg a veszélyhelyzet kihirdetése előtt megszervezték a 70 éven felüliek ellátását, mostanra pedig már a bevásárlást és a gyógyszerkiváltást is a hivatal munkatársai intézik. A három legnagyobb élelmiszer volt vezetőivel, illetve tulajdonosaival én már korábban beszéltem. Ővelük is leegyeztettem azt, hogy az idősekről való gondoskodásban tudnak-e olyan szolgáltatást nekünk nyújtani, hogy a munkatársaink megrendelik az élelmiszereket, és ők maguk a bolt munkatársai készítik elő ezeket a csomagokat. És természetesen mindenki pozitívan állt ehhez, illetve tájékozottan a készletekről. Nem kell aggódnunk, mert mindegyik bolt naptárai tele vannak mindenfajta élelmiszerrel és mindenfajta higiéniai és piperek cikkel, ami az ember azt feltételezi, hogy nincs, van. Csak mi nagyon ilyen ijedős fajta vagyunk, ugye, és felvásárolunk mindent. Tehát ez rendben van. A gyógyszertár, trak, kettő működik, Tiszalökön rendben vannak, ott is nagyon fegyelmezettek az emberek, minden készlet rendelkezésre áll. Ezeken a területeken pénzintézetek, illetve gyógyszertárod, a egészségügyi központod, a polgárőröket és rendőröket is kértem. Folyamatosan járőröznek a polgárőrök, úgyhogy szerintem szépen rendszerbe foglaltuk, és ebben partner a lakosság. A polgármester elmondta, a járási hivatal munkaügyi osztályára még nagyon kevés jelzés érkezik megszűnt munkahelyekről, azonban az idő előre haladtával ez várhatóan egyre nagyobb mértékben fog jelentkezni. Úgy tudja, szabadságra, fizetés nélküli szabadságra már küldtek munkavállalókat, a járvány miatti elbocsátásról azonban még nem hallott, de várhatóan lesz plusz létszám a közfoglalkoztatásban. A polgármester hozzátette, egyelőre nincs igazoltan pozitív teszt a településen.